Köszöntöm Önöket, ez a közügy, az Öböl Televízió közéleti magazin műsora, a tartalombor. Az emberek többsége nincs tisztában, mit tehet a végrehajtó és mit a behajtó. A jogaikról és a végrehajtói tevékenységről kérdezem Rádoki Ferencet, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Ügyvitelfejlesztési Bizottságának az elnökét. Ezt követően a Veszprém megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság 2015-ös évértékelőjét láthatják. Kezdünk! Sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan járhat el egy végrehajtó és miként a behajtó. Erről kérdezem Rádoki Ferenc urat, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Ügyviteli Fejlesztési Bizottság elnökét. Köszöntöm a stúdióban! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket! Első kérdésnél talán tegyük rendbe, hogy mit tehet egy végrehajtó, mit a behajtó, mi a kettő között a különbség? Igen, a magyar közbeszédben sajnos erős áthallások vannak behajtó és végrehajtó között. A behajtóval egyszerűbb kezdeni a kérdést, hiszen jogilag ilyen nincs. Tehát ezek nem mások, mint követeléskezelő cégek, akik a saját vagy más jogosultól vásárolt követeléseket követeléskezelés formájában kívánják érvényesíteni. Nekik gyakorlatilag ahhoz van jogosultságuk és joguk, hogy az ügyféllel felvegyék a kapcsolatot, az ügyfelet általában írásban, szóban, telefonon, e-mailben presszionálják arra, hogy ezt az elmaradt követelést ezt fizesse meg. Ezen felül a követeléskezelők semmiféle hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, azaz mondhatjuk azt, hogy egy követeléskezelés, ha eredménytelen lesz, akkor előbb-utóbb ez a követelés be fog csatornázódni a bírósági végrehajtásba. A bírósági végrehajtás, ami a végrehajtó intézményét jelenti, ez egy meglehetősen pontosan és nagyon szigorúan szabályozott kérdés a magyar jogrendben. Elsősorban is ugye a bíróságok igazgatásáról szóló törvény azt mondja, hogy a bírósági végrehajtó eljárás az egy polgárnemperes eljárás. Hatáskörében tett intézkedés, ez mindenkire nézve kötelező. Ezen felül a végrehajtásról szóló törvény pedig azt mondja, hogy ez a polgári nemperes eljárás, amit a bírósági végrehajtó folytat, ez szintén deklarálva megjelenik a végrehajtási törvényben, hogy ez már pedig egy polgári nemperes eljárás. Továbbá a büntető törvénykönyv kimondja, hogy a végrehajtó és a végrehajtó helyettes hivatalos személy. Tehát ezekből látszik, hogy a bírósági végrehajtó az igazságügyi szervezetrendszer része, tehát fogalmazhatunk úgy, hogy a bíróság meghosszabbított keze. A bírósági végrehajtás, mint olyan, említettem polgári nemperes eljárásként egy kényszer intézkedéseket foganatosító hatóság, hatósági jogkörben eljárva végzi a bírósági végrehajtó feladatát, és ehhez a megfelelő felhatalmazásokat és garanciákat számára törvény biztosítja. Akkor nézzük egy kicsit az érintett szemszögéből, hogy valakihez becsöngetnek, ajtót nyit. Mit tehet ilyenkor az, akihez becsöngetnek, illetve mihez van joga a végrehajtónak? Gyakorlatilag a végrehajtónak rettetesen széleskörű jogosítványai vannak a törvény által, azaz ő az adós lakóhelyére, ingatlanába beléphet, sőt tovább megyek, még úgy is beléphet, hogy azt ő nyittatja fel, tehát felnyittatja az ingatlant. E tekintetben ott ingófoglalás keretei között folytatja le a helyszíni eljárását, tehát ott lefoglalhatja az adós felelhető és értéket képviselő vagyontárgyait, illetőleg az adós bútorzatát, ingóságainak tárolási helyét, lakóhelyét átvizsgálhatja és megállapíthatja, felkutathatja, hogy rendelkezik-e az adós ott értéket képviselő lefoglalható vagyontárgyal, amit a követelés érvényesítése céljából ugye ott per helyszín egy foglalási jegyzőkönyvben össze is ír, és ezzel lefoglalja ezt a vagyontárgyat. Tehát gyakorlatilag egy elidegenítés és terhelési tilalommal, illetőleg egy foglalással veszi az eljárásba föl ezeket az ingó dolgokat. Én azt javaslom mindenkinek, aki ez már becsöngetett a végrehajtó, hogy a végrehajtó
munkáját és intézkedését ne akadályozza, hiszen ő egy hatóság, tehát úgy is viselkedik, mint bármely más hivatalos személy, a rendőr, az ügyész vagy éppen a bíró. Amit említettem, már a végrehajtási törvény szerint is deklarálva a bírósági végrehajtó eljárása a bíróságéval azonos eljárás. Tehát de ilyenkor azért minden... megtagadhatja a személy, vagy ezzel már túl sokra meg nem megy. Tagadhatja ezt a történetet, hiszen oda joga van a végrehajtónak bemenni abba az ingatlanba, és joga van a végrehajtónak ott szükséges esetén ingófoglalást megkísérelni. Ezek általában ezek az eljárások, ezek a vagyoni kényszer alkalmazásával zajlanak, tehát elsősorban a vagyoni kényszer az, amit a végrehajtó alkalmaz, de a személyi kényszer sem kizárt az eljárásban. Ez az úgynevezett ellenszegülés, amikor a személyi kényszert kénytelen megtörni a végrehajtó ahhoz, hogy ott a munkáját el tudja végezni ebben az ingatlanban, tehát magyarul ugye az ingóságokat fel tudja kutatni. Ezt a személyi kényszer természetesen Magyarországon egyetlen egy szervezet az, aki foganatosíthatja, ez pedig a rendőrség. Tehát magyarul, hogyha megtagadja az állampolgár azt, hogy a bírósági végrehajtó az ingatlanába belépjen, akkor gyakorlatilag rendőri erő igénybevételével kísérli meg az ingófoglalást lefolytatni a végrehajtó, aminek sajnos a költsége és a veszélye természetesen, hogy a szerencsétlen már eddig is ugye végrehajtási eljárásra sújtott adóst elleli. Tehát én ezért mondom azt, hogy ezek plusz költség. Természetesen a rendőrségnek ugye úgy a kötelessége a rendőrségi törvény alapján, illetve a VHT alapján biztosítani azt, hogy a végrehajtó zavartalanul tudja a munkáját folytatni, a zavartalanul tudja az eljárás cselekményeit foganatosítani, de természetesen ennek költségeit ezt valakinek meg kell fizetnie, ez pedig nyilván azt fogja megfizetni, aki miatt ugye ez az eljárás szükségesé vált. Tehát én azért mondom, hogy én nagyon kérem a tisztelt nézőket, hogyha ilyen szituációba keverednek, hogy a végrehajtó megjelenik és becsönget, akkor célszerűbb, életszerűbb és sokkal költségkímélőbb az, hogyha megpróbálja a konszenzust kialakítani az eljáró végrehajtót. Nyilvánvalóan minden végrehajtó rendelkezik szolgálati igazolványa. Nyilvánvalóan nem kell bemondásra elhinnie az ügyfélnek, hogy ott bírósági végrehajtó áll vele szembe a kapuba. Tehát vagy éppen az ajtóba. Egy igazolvány nem elég. Nyilván, a magyar bírósági végrehajtói kar jogszabályban foglalt kötelezettsége az, hogy a végrehajtókat szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel lássa el. Ez minden végrehajtónak az eljárás akkor a keze ügyében van, és természetesen felszólítása a végrehajtó igazolja magát. Amikor az állampolgár meggyőződött arról, hogy a végrehajtó valóban ő jogszerűen jár el, akkor én azt mondom, hogy keresve a konszenzust próbáljanak meg ott kialakítani egy olyan helyzetet, hogy az mindenkinek egyrészt a bírósági eljáráshoz méltó legyen, másrészt pedig ugye az adósnak a következmények se legyenek károsak. Mi a helyzet akkor, ha valaki nem tartózkodik otthon most, vagy direkt, mert tudja, hogy mondjuk mi lesz az esemény, vagy mi hibáján kívül, mert mondjuk külföldön tartózkodik? A bírósági eljárás során nem célja a végrehajtónak az, hogy indokolatlanul költséget, kárt vagy bármi mást okozzon. Tehát előzetes értesítés nélkül fog megjelenni a végrehajtó az ingatlanban, vagy hát az adós által használt vagy lakott ingatlan ajtajában azzal, hogy a helyszíni eljárási cselekményét megpróbálja lefolytatni. Hiszen gondoljuk csak bele, ha előzetesen értesíteni a végrehajtó az ügyfelet, hogy bocsánat, én megyek, akkor adott esetben még az a vagyontárgy sem lenne nagy valószínűséggel ott, ami egyébként végrehajtás alá lehetne vonható, de nyilvánvalóan előzetes értesítés nélkül fog megjelenni. Ebben nem van a pakliban természetesen, hogy nem tartózkodik otthon az adós. Nem minden esetben, és hangsúlyozom, nincs is rá ok és indok, hogy minden esetben a végrehajtó lakatos tanú és rendőri erő igénybevételével ezt az ingatlant felnyitassa. A törvény, tehát ezt megengedi, hogy egyébként megengedni, egyébként természetesen megengedni, mert ezt külön indokolás nélkül bármikor megteheti az eljárási szabályok szerint az eljáró végrehajtó, de a gyakorlati alkalmazás során az ingatlanba való bejutási kísérletről a foglalási jegyzőkönyv másolati példáját ott fogja hagyni minden esetben az adós postaládájában, amiből az adós értesül arról, hogy a végrehajtó megjelent, megpróbált itt felvenni a kapcsolatot az adóssal, és megpróbálta az ingatlanba bejutni. Nyilvánvalóan ezen a foglalási jegyzőkönyvben minden releváns információ látszik.
kinek tartozik, miért tartozik, ki tartozik, a végrehajtónak, a fogalmasító végrehajtónak a végrehajtási ügyszáma, és minden más egyéb olyan releváns információ, ami az adósnak elegendő ahhoz, hogy szintén a foglalási jegyzőkönyvön elhelyezett végrehajtói elérhetőségek bármelyikén a végrehajtóval fel tudja venni a kapcsolatot. Mi a helyzet akkor, mikor már ugye bent vannak a lakásban? Tehát milyen, mik alapján mérik fel, hogy mondjuk mi milyen értéket képvisel, vagy ebbe bármi beleszámíthat-e, vagy azért mérlegelik, hogy ez használható, nem használható? Tehát ez hogy történik egy ilyen lefoglalási eljárás? Elsősorban a törvényi korlátot kell említeni, hiszen a törvény meghatározza azt, azoknak az ingóságoknak a körét, amit még az adós kimondott kérelmére sem lehet végrehajtás alá mondani. Ezek a foglalás alól mentes vagyontárgyak körét, ezt nagyon szépen körbeírja a végrehajtási törvény, bár egy picit már az idő elhaladt fölötte, és néha azért megmosolyogtató azt látni, hogy mondjuk egy felöltő, vagy mondjuk kettő pár cipő, vagy ne agyatja úristen egy szék, egy ágy, vagy egy szekrény. Tehát nyilvánvalóan ott fel van sorolva többek között azt, hogy mit nem lehet végrehajtás alá vonni. Főszabály szerint az adós rendelkezése alatt és tulajdonában álló ingóságot lehet lefoglalni, legyen ez gyakorlatilag bármi, egy hamutartótól, egy munkácsi képig, bármit, amit értéket képvisel, és érdemes foglalás alá vonni. Főszabály szerint a végrehajtó minden értéket képviselő ingóságot összeír a foglalási jegyzőkönyvbe, a foglalással egyidejűleg természetesen megadja neki az úgynevezett becsértékét ennek az ingóságnak, tehát magyarul, hogy ezt milyen értékben foglalta le. Itt aztán következik egy olyan eljárási rend, ami szintén a korlátozott adósvédelmi rend elve alapján az adósnak a lehetősége áll, hiszen nem tudom én, mint eljáró végrehajtó, amikor bemegyek és azt mondom egy képről, vagy éppen egy televízió készülékről, hogy kérem szépen ezt én most lefoglalom, nem tudom azt, hogy ez valóban az adósé, vagy az adós vele egy háztartásában érő gyermeké. Nyilvánvalóan nekem azt kell feltételeznem, mint eljáró végrehajtó, hogy ez az adós tulajdonát képezi. Természetesen a törvény lehetőséget ad arra, hogy ezt az adós vitassa, illetőleg az, akié ez a vagyontárgy. Ez egykor egy újabb bírósági eljárás? Ugyanezen eljárásban egy jogorvoslati eljárás, ami ugye gyakorlatilag megmondja majd, onnan a végrehajtótól megint kikerül ez a történet, tehát magyarul, hogyha a hágyháztartásban élő nagymama azt mondja, hogy ezt a televízió készüléket én vettem a gyerekeknek, ezt kedves végrehajtó úr, ne vigye el, vagy ne foglalja le. Ha ezen nincsen olyan jelzés, hogy a nagymama ott per helyszín nekem nem tud mutatni egy számlát, hogy ezt a televíziókészüléket ő vette, akkor gyakorlatilag ezt lefoglalom. De a nagymamának esélye van rá, és lehetősége van rá, hogy egy úgynevezett igényperben, ami szintén a végrehajtási eljárás keretein belül megy, és egy nagyon gyors eljárás a foganatosító bíróságon, egy igényperben bizonyítsa azt, hogy már pedig az a televíziókészülék az övé, előkeresse hozzá a számlákat, megkeresse hozzá azokat a tanukat, akiket a bíróság meghallgatás során mérlegelve eldönti, hogy elfogadja-e vagy nem az érvelésüket, hogy tudja bizonyítani a nagymama, hogy ez a tévé az övé, és ő adta karácsonyra a gyerekeknek. Ilyenkor, hogyha ez az eljárás a foganatosító bíróság előtt lezajlik és pozitívan zajlik le, akkor a bíróság végzésben fel fogja oldani a foglalás alól ezt az ingóságot, és azt nem lehet az adós vagyonaként tekinteni, tehát magyarul arra további eljárási cselekmény nem foganatosul. Ami szintén fontosnak tartom, hogy a kedves nézők tudjanak róla, az az, hogy alapesetben a végrehajtó nem viszi el a tévét, nem viszi el a mikrohullámú sütőt, és nem cipeli el a hátán a hűtőt. Főszabály szerint azokat az ingóságokat, amiket a végrehajtó lefoglalt, az adós rendelkezése alatt kell tartani mindaddig, amíg annak értékesítésére nem kell intézkedni. Tehát magyarul az adós rendeltetésszerűen használhatja a hűtőszekrényét, a televízióját, minden más egyebet. Egy dolgot nem tehet, ezt nem idegenítheti el, nem adhatja zálogba, semmi olyan dolgot nem tehet vele, amin ezzel a foglalást, vagy éppen a végrehajtási eljárás egészét, nek sikerességét kockáztatja. Akkor lakásból se vihetik? Elviekben és gyakorlatilag ugye ez megint csak az, hogy megint csak ott tartunk, hogy ez mit, tehát hogyha én fogom és én lefoglaltam mondjuk egy hordozható rádiós magnót, és az adós ezt elviszi magával a szőlőbe és ott hallgatja, nyugodtan kivéheti, rendeltetésszerű használat. Tehát nyilvánvalóan, viszont nem adhatja oda a szomszédnak, hogy Józsi,
itt a rádió vagy egy liter bort majd a végén cserélünk, tehát ilyen nincs, ezeket a dolgokat nem teheti meg, de rendeltetésszerűen használhatja. Mindaddig, amíg azt nem mondja neki a végrehajtó, hogy tessék szíves lenni az árverés helyére és időpontjára ezt az ingóságot előállítani. És mi a helyzet mondjuk egy lakás esetében, egy ház esetében, vagy mi a helyzet mondjuk egy autó esetében, de ott még tovább megyek, hogy mondjuk udvarban áll, vagy kinn az utcán? Már az a kérdés, hogy... Tehát ha mondjuk az kerül lefoglalás alá, mondjuk a vagyon, tehát egy komplett ház, lakás, autó. Így van, tehát a vagyontárgyak körét ugye gyakorlatilag a jogszabály nagyon egyszerűen kezeli, tehát minden olyan ingó vagy ingatlan vagyon, ami az adós tulajdona vagy a rendelkezése alatt áll. Lehet ez aztán egy autó, lehet ez aztán egy ingatlan, lehet egy szántóföld, lehet egy erdő, lehet adott esetben ékszer, készpénz, minden más egyéb, ami vagyon. Továbbá ugye például a vagyoni értékű jogokat is ide értjük, tehát például egy gazdasági társaságban lévő üzletrész. Abban az esetben, hogyha olyan ingóság kerül lefoglalásra, lásd például az autó, ami ugye szintén az ügyfeleket nagyban érdekli, hiszen most már mindenkinek elengedhetetlen napjainkban ugye az, hogy a gépjárművet használja, ezt a végrehajtó az úgynevezett nyilvántartásból lefoglalt vagyontárgyak körében kezeli a törvény. Tehát magyarul a végrehajtó nem úgy foglalja le az ügyfélnek, az adósnak a gépjárművét jó esetben, hogy kimegy a helyszíni eljárásnál és meglátja az udvaron az autót, elkéri a forgalmat, valami engedélyt és lefoglalja, természetesen ez is lehetséges, de ez a ritkább. A végrehajtó ez esetben nyilvántartásból foglal, tehát magyarul a közlekedési igazgatási hatóságot megkeresve a gépjármű beszerzett adatai mellett a foglalási jegyzőkönyvet megküldje az adósnak, a végrehajtást kérőnek és a közlekedési hatóságnak, hogy ebben erre a gépjárműre a nyilvántartásába a foglalás tényét és a terhelési és elidegenítési tilalmat jegyezze be. Ezzel együtt ezt a gépjárművet azonnal és nyomban a foglalás hatására a fogalmazunk egyszerűen az okmányiroda ki fogja vonni a forgalomból. Tehát az adós jogszerűen ezt a gépjárművet nem használhatja. Tehát magyarul, hogyha valakinek a gépjárművét lefoglalja alapesetben a végrehajtó, és ő a foglalást követően boldogan autózik vele valahol, akkor sajnos nyakába kell vegye annak ódiumát, hogyha megállítja a rendőrség, gyakorlatilag egy igazoltatásba belefut, akkor a rendőrségnél látszani fog, hogy ez a gépjármű ki van vonva a forgalomból. Mi a helyzet akkor, ha behajtó, pontosabban a követelős kezelő cég képviselője becsönget hozzám? Ő aláírathat-e velem bármit? Köteles vagyok-e aláírni? Illetve én tudom, hogy fennáll valami mondjuk közüzemi tartozás, egyebek. Én a céggel, ha ezt rendezem, akkor hogy jön a képbe? Tehát kiesik-e ebből a körből a behajtó? Illetve a követeléskezelő. A követeléskezelő, tehát a behajtó, illetve a követeléskezelő a legritkább esetben vannak nyilvánvalóan ilyen követeléskezelő cégek is, gondolom, de a legritkább esetben fordul elő az, hogy ő személyesen megjelenne az adós otthonában, vagy az adósnál. Természetesen elképzelhető, nyilvánvalóan tudjuk, hogy létezik, de nem ezt a joggyakorlatot alkalmazzák azok a nagy követeléskezelő cégek, akik relevánsak a követeléskezelés piacán. Ezek a kisebbeknél lehet, igen, tehát gyakorlatilag természetesen ez belefér a dologba, a jogszabályokba, tehát nyilvánvalóan becsöngethet, nyilvánvalóan ő nem léphet be. Csak akkor... Tehát nála megtagadhatom. Nála megtagadhatja, ő nem léphet be. Hatósági jogkörre, jogosítvánnyal nem rendelkezik. Nyilvánvalóan a nála készült, vagy a nála lévő és az általuk készített iratokat az adósnak átadhatja, kézbesítheti, tehát ezzel nincsen probléma. Adott esetben, hogyha az adós a követelés összegét ott per helyszín ki kívánja fizetni, nyilvánvalóan adott esetben megfelelő nyugtaszámla átvétel elismervény ellenében természetesen az adós ott ezt teljesítheti, de minden, hangsúlyozottan minden az adós önkéntes teljesítésén alapszik. Tehát semmiféle olyan kényszer ebben az esetben még nincsen az adóson, mint mondjuk egy végrehajtó érkezésének esetében, hogy ő neki bármiféle kötelezettsége lenne ezzel szemben. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy érdemes az adósnak mérlegelnie azt, hogyha egy követeléskezelő cég őt egy jogos követeléssel, nagyon egyszerű a helyzet, elfelejtettem befizetni a villanyszámlát.
el is felejtettem, hogy a tavaly októberi villanyszámlát nem fizettem be. Februárban érkezik egy követeléskezelőtől egy irat, hogy haló, én elfelejtettem befizetni a villanyszámlámat, ezért én szíveskedjek ezt a villanyszámlát megfizetni. Nem célszerű adott esetben, hogyha valóban beazonosítható ez a követelés, és az adós eszembe jut, hogy elfelejtettem az októberi számlámat befizetni, akkor ezt náluk teljesítsem, mert ezt náluk még egy pár ezer forint plusz költség megfizetésével megtehetem, és gyakorlatilag elszáll a fejem fölül annak a gondja, hogy a későbbiekben állami kényszerre történő követelés érvényesítés keretében a végrehajtó kopogtasson az ajtómon. Tehát nyilvánvalóan ezeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Némi szkepticizmussal kell fogadni azért ezeket a dolgokat, utána kell járni, meg kell nézni, hogy ez valóban így van-e, hogy ez valóban fennálló és valós követelés-e, de ha amennyiben azt látjuk, hogy igen, akkor célszerű a követeléskezelőnek megfizetni ezt az összeget, mert akkor mentesülünk a későbbi bírósági eljárások meglehetősen magas és borsos árától. Tehát azért ott onnantól, hogy egy elfelejtett számla ugye nem lett befizetve, eljutni egy végrehajtási pontig azért elég erősen, hogy mondjam, tehát homokba kell dugni az illetőnek a fejét. Ez is igaz, tehát amit látunk, hogy a legrosszabb a bírósági végrehajtásról tudok beszélni, hiszen azzal dolgozom, a követeléskezelésről nem, de a bírósági végrehajtási eljárásban azt látjuk, hogy a legrosszabb magatartás az adósok részéről, hogy a homokba dugják a fejüket, és nem foglalkoznak vele. Hiába jelenik meg a végrehajtó adott esetben, hiába küldi meg a végrehajtható okiratot, felhívást, mi egymás, hiába eszközöl a végrehajtó foglalást, vagy ne adj Isten bármi más olyan kényszerintézkedést, ami neki hátra, és egész egyszerűen nem foglalkozik vele, mert majd lesz valahogy alapon. Én szerintem ez a lehető legrosszabb megoldás. Mi mindig arra próbáljuk az ügyfeleinket kérni, hogy ő nem lesz attól se rosszabb, se jobb ember, hogy vele szemben van egy végrehajtási eljárás. Ezt nem kell szégyelni, mert mindenki beleszaladhat. A bírósági végrehajtó azért van, hogy ezt az eljárást a lehető legkisebb költséggel és a lehető legkevesebb kárral megpróbálja rendezni úgy az adós és a végrehajtást kérő között, természetesen a jogszabályok maximális betartása mellett, hogy az mindenkinek megelégedésére szolgáljon. Tehát ha és amennyiben a végrehajtótól kap valaki egy felhívást, egy végrehajtható okiratot, ne adj Isten, megjelenik a végrehajtó egy foglalás tekintetében, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy a végrehajtó elérhetőségének bármelyikén vegye fel a kapcsolatot, ügyfélfogadási időben jelenjen meg, hiszen a végrehajtó az, aki ebben a szorongatott helyzetben az adósnak mérlegelés és a jogszabályban foglalt kötelezettségek figyelembevételével akár fizetési kedvezményt, akár részletfizetést, akár bármilyen más dologban tudja segíteni ennek az eljárásnak a megvalósulását, hiszen azt tudomásul kell venni, a végrehajtást kérőnek sem az én tévém kell. Behajtó részéről, illetve követelés kezelő részéről mi számít megfélemlítésnek? Tehát meddig mehet el? Gyakorlatilag ugye az ügyfél tájékoztatásig mehet el. Tehát nyilvánvalóan csak addig és csak azok a jogok illetik meg, és ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint bármely más nyereség érdekelt gazdasági társaságot. Tehát nyilvánvalóan ő nem rázhatja az öklét, nyilvánvalóan ő nem küldhet oda, most nagyon csúnyán fogok fogalmazni, szép magas, viszonylag kevés hajú, nagy darab fiatal embereket, nyilvánvalóan nem fenyegethet, nyilvánvalóan nem tehet utalást semmi más egyébre. Ezek a nagy általánosságban egyébként ezek nem is jellemzőek a követeléskezelő cégekre. Nyilvánvalóan addig érhet a takarója a követelés kezelőnek, amíg az nem minősül önbíráskodássá. Mi a helyzet akkor, mikor már megtörtént a lefoglalás, vagyis ott van a végrehajtó, lefoglalták ezek a tárgyak, hogy kerülhetnek vissza hozzám? Vagy tehát kifizetem, későbbi lefoglalás után ezeket visszavásárolhatom, tehát milyenkor a Alapesetben ugye a tulajdonjog kérdésében az irányadó főszabály az, hogy a tulajdoni jog az mindaddig, akár ingó, akár ingatlan esetében, a tulajdonjog az mindaddig az adósé ezen a vagyontárgyon, amíg azt hatósági kényszerértékesítés alá nem vonják, azaz, amíg a végrehajtó azt árverésen nem értékesíti. Abban az esetben a lefoglalás, illetőleg a végrehajtás alávonás az ingatlan tekintetében beszélek, ez azt szolgálja,
hogy a végrehajtást kérő követelése biztosítva legyen. Tehát egy nem teljesítés esetén a legutolsó kényszerintézkedésként ezeket a végrehajtó értékesíti. Tehát ha nincsen semmiféle olyan teljesítési hajlandóság, nem vállalt az adós részletfizetést, nem próbálja meg valamilyen úton, módon azt a követelést rendezni, de mondjuk van egy gépjármű, vagy van egy ingatlan, és nem tudunk egész egyszerűen dűlőre jutni azzal, mert ő vagy nem foglalkozik vele, vagy tényleg nincsen semmi, ami már egyéb munkabérletiltással, vagy éppen bankszámára vezetett hatósági átutalási megbízással bejönne a követelés összege, de nyilvánvalóan akkor értékesíteni kell ezt az ingóságot, vagy az ingatlan tulajdoni hányadot. Tehát az értékesítést követően azonnal és nyomban megszűnik az adósnak a tulajdonjoga és a rendelkezési joga ezeken a vagyontárgyakon, az az árverési őt fogja illetni. Ezek az ingóságok akkor kerülnek egyébként feloldás alá, hogyha a követelés annak járulékaival együtt maximálisan meg van fizetve. Tehát mindaddig, amíg a végrehajtási eljárás eredményesen le nem zárul, ezek a vagyontárgyak, ezek biztosítékul fekszenek kvázi az eljárásban, biztosítják azt, hogy egy nem teljesítéskor lehet mihez nyúlnia a bíróságnak azért, hogy a végrehajtást kérő követelése érvényre tudjon kerülni. Az adott személynek, akihez kimegy a végrehajtó, még a legutolsó pillanatban is milyen jogorvoslati lehetőségei vannak? A végrehajtási eljárásban rettentő széleskörű jogorvoslati lehetősége van a feleknek, és nem csak az adósnak itt a végrehajtást kérőnek, sőt nem csak a végrehajtást kérőnek az adósnak, hanem adott esetben bárkinek, akinek valami jogos érdeke az eljárás során vélt vagy valósan sérül. A főszabály szerint minden végrehajtói intézkedéssel szemben, legyen az foglalás, legyen az értékesítés, legyen az bármi más, minden, amit a végrehajtó a követelés behajtás érdekében tett intézkedés, és az sérelmes bármely félre nézve, jelesül általában ugye az adósok szoktak ezzel a lehetőséggel élni, természetesen jogorvoslati eljárás alá lehet vonni azt az intézkedést, azaz egy végrehajtási kifogás keretében a foganatosító bíróság fogja elbírálni azt, hogy az az intézkedés, amit a végrehajtó foganatosított, az szabályos-e, megfelel az eljárási rendnek, arányos volt-e, kellett-e, szükséges, stb. Tehát minden olyan eljárás, amit azt mondja az adós, hogy ez szerinte nem tehette meg a végrehajtó, ennek a rendes jogorvoslati formája az a foganatosító bíróság irányába előterjesztett végrehajtási kifogás. Ez a végrehajtási kifogás illetékköteles, tehát ez nem a bírósági végrehajtónak és nem az eljárásban felmerült követelésnek a része. Ezt a bíróságnak külön felhívásra kell megfizetnie. Egyébként ennek az illetéknek a mértéke 15 000 forint. Amennyiben a végrehajtási kifogást a bíróság jogerősen elbírálja, a jogerős elbírálás ról szóló végzésben utasítja egyébként, és teszi helyre egy adott esetben egy hibás intézkedést. Tehát nyilvánvalóan nem arról szól a történet, hogy hiba nélkül való a végrehajtó, nyilván nem arról szól a történet, hogy hiba nélkül való a bírósági eljárás, természetesen ezért okkal és alappal biztatok mindenkit arra, hogy a végrehajtási kifogás intézményét használja. De ugyanakkor figyelmeztetni is szeretném az ügyfeleket, hogy ennek az eljárás, ez nem alkalmas arra, hogy az eljárás elhúzódására vagy egy kis lélegzetvédelmi időhöz jusson, mert ezek nem halasztó hatályúak. Tehát bármilyen intézkedéssel szemben tett jogorvoslati kérelem mindaddig, amíg a bíróság azt az eljárást, vagy annak az eljárásnak adott szakát fel nem függeszti végzés formájában, addig teljesen mindegy, hogy a végrehajtási kifogás elbírálás alatt van-e vagy sem. Nyilvánvalóan a végrehajtási kifogás elbírálásakor, hogyha olyan intézkedés történt, akkor azt majd reparálja a bíróság, ha pedig nem, akkor ugye azt érdemben elutasítja. A számok azt mutatják, hogy a végrehajtási kifogások több mint 90%-a egyébként nyilvánvalóan alaptalan. Ami érdemben és hozzáértően megfogalmazott végrehajtási kifogások lehetnek csak alaposak. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm van. Szépen. A katasztrófavédelem nemzeti ügy hangzott el a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság évértékelőjén. Összeállításunk következik. 2015 a megelőzés éve volt.
Az igazgatóság által előre meghatározott célkitűzések teljesültek. A megyében jelenleg 6 hivatásos és 4 önkéntes tűzoltóság látja el a feladatokat. Emellett 15 önkéntes tűzoltó egyesület járul hozzá a hatékony munkához. A 2015. év a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság életében nem egy átlagos, szokványos év volt. Szakmai kihívások vonatkozásában nem történtek természeti és civilizációs katasztrófák, olyan súlyos, nagy kiterjedésű tűzesetek, műszaki mentések, amelyek nagy erőket, széles társadalmi összefogást igényeltek volna. Veszprém megye mentő tűzvédelmét 6 hivatásos és 4 önkormányzati tűzoltó parancsnokság látja el. A településekhez való távolságuk alapján a megyébe vonulnak még Vas megyei, Sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság, Celldömölki önkormányzati tűzoltó parancsnokság, Pehér megyéből a Polgárdi önkormányzati tűzoltó parancsnokság és Zala megyéből a Keszthelyi hivatásos tűzoltó parancsnokságok egysége is. A megye mentőtűzvédelmi helyzetének nagymértékű javulásához hozzájárul a 15 önkéntes tűzoltó egyesület, amelyek a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó parancsnokságokkal együttműködési megállapodással rendelkeznek. 2015 évben a beérkezett jelzések száma 2167 volt. Az 1515 beavatkozást igénylő esemény mellett nagyon magas a téves jelzések száma, 405 darab, ami elsősorban a nagy mennyiségű tűzjelző téves jelzésének tulajdonítható. A kiérkezés előtt felszámolt 187 eset pedig a gyors észlelésnek, az önkéntes tűzoltó egyesületek munkájának és az önzetlen állampolgári segítségnek tudható. Viszonylag magas a szándékosan megtévesztő jelzések száma 8 darab. Ezen szándékosan megtévesztő jelzések visszaszorítására, megszüntetésére a feljelentést minden esetben megtettük, a rendelkezésünkre álló adatokat a rendőrség részére megküldtük, valamint a tájékoztatás eszközeivel küzdöttünk ellenük. Az utólagos jelzések száma 52, amely a nagy számú, nem életvitelszerűen lakott ingatlanok miatt magas. Tavaly a több mint 2000 beérkezett jelzésből 1500 beavatkozást teljesítettek szakszerűen. 2012-től visszaesett a tűzesetek és a műszaki mentések száma. Ez köszönhető a rengeteg gyakorlatnak és az állomány hatékony munkájának. Dr. Góra Zoltán kitért a közösségi szolgálatban résztvevő diákok munkájára. Talán ők is hivatásnak választják majd a tűzoltást. A lakosságot folyamatosan igyekeznek tájékoztatni a médiában. Több bemutató programot tartottak már a figyelemfelkeltés és a megelőzés érdekében. 2016-ban továbbra is fejlesztik az informatikai és műszaki eszközállományt. Nagyon fontos az a számunkra, hogy az elmúlt időszakot értékeljük, picit visszatekintsünk, és meghatározzuk azokat a fő feladatokat, amelyek a következő időszakban ránk várnak. Igazgató úr az elmúlt évi tevékenységgel kapcsolatban egy részletes jelentést tett, ahol kitért minden szakmai területre, és kitért a funkcionális területek munkájára is. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül, de néhány hangsúlyos feladatról szóljak. Talán az egyik legfontosabb feladatunk volt, és feladatunk lesz erre az évre is, hogy az önkénteseket támogassuk. Támogassuk azokat az önkénteseket, akik a katasztrófavédelem tevékenységét azokkal a speciális eszközökkel, felszerelésekkel, azokkal a speciális szakmai fogásokkal kiegészítsék, amelyek a katasztrófavédelmi tevékenység eredményes végrehajtásához szükségesek. Természetesen mindez úgy valósulhat meg, hogy ezeket az önkénteseket, a messze menőkig támogatjuk különböző eszközök beszerzésével,
támogatjuk a képzésüket, támogatjuk a gyakorlatoztatásukat. Az elmúlt időszakban évről évre egyre több az a pályázati forrás, amiből ezeket az eszközöket beszerezhetik, amelyekkel a működési költségeiket fedezhetik, amelyekkel különböző szakfelszereléseket, védőeszközöket, védőfelszereléseket megvásárolhatnak, illetve ezekhez hozzájuthatnak, vagy különböző képzéseken vehetnek részt. Az elmúlt évben, 2015-ben 500 millió forint volt az, amelyre pályázat keretében az önkéntesek pályázhattak. Nagyon fontos eredmény az, hogy nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületek, hanem az önkéntes mentőszervezetek, mentőcsoportok is pályázati forráshoz juthattak az elmúlt év során. Hogy mit jelent ez Veszprém megye tekintetében? Az önkéntes mentőszervezetek közül 12-en teljesítettek eredményes pályázatot, és több mint 3,5 millió forint értékben jutottak hozzá különböző eszközökhöz. Az önkéntes tűzoltó egyesületek közül 14-en jutottak pályázati forráshoz, közel 9 millió forint értékben. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos feladatunk lesz az idei évre, hogy ezeket a pályázati forrásokat tovább tudjuk bővíteni, és az önkénteseinket tovább tudjuk majd támogatni. Ha az önkéntesekről szólok, akkor kiemelt feladatunk az, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületeken belül az önállóan beavatkozó önkéntes egyesületek számát gyarapítsuk. Ez azért fontos, mert az önkéntesek közül az önállóan beavatkozók bizonyos káreseményeket önállóan számolhatnak fel. Ezzel is az ősprogram mellett a mentő tűzvédelmet közelebb tudjuk vinni a lakossághoz, és a mentő tűzvédelem minél előbb megérkezik azok számára, akik bajba jutottak. A polgári védelem területén nagyon fontos, és szeretném kiemelni a védelmi igazgatáson belüli tevékenységünket, és itt szeretném megköszönni a megyei, illetve a járási védelmi bizottságoknak a tavalyi évben nyújtott munkáját. Itt elsősorban képzések, illetve gyakorlatok formájában készültünk föl ránk váró feladatokra, talán legutóbb a téli rendkívüli időjárási eseményekkel kapcsolatos felkészülésen vettünk részt. De a polgári védelem területén szeretném kiemelni és hangsúlyozni azt, hogy a közösségi szolgálat tekintetében is nagyon fontos feladatot látunk el, ahogy igazgató úr jelentésében is láttuk. Veszprém megyébe közel 1000 tanuló járt nálunk, és tekinthetett be a katasztrófavédelem munkájába. Ez azért is nagyon fontos, mert az idei tanévtől érettségi bizonyítványt úgy szerezhetnek a diákok, hogy a közösségi szolgálatot teljesítik. Ehhez szeretnénk mi segítséget és támogatást nyújtani az ő részükre. A tűzvédelem területén nagyon fontos, és szeretném kiemelni azt a megelőző tevékenységet, amelyet akár az országos, vagy pedig a megyei tűzmegelőzési bizottságok végeznek. Nagyon fontos, hogy a különböző rendezvényeken keresztül, a médián keresztül eljussunk a lakossághoz, és bizonyos időszakokra vonatkozóan felhívjuk a lakosság figyelmét a betartandó tűzvédelmi szabályokra. A legutóbbi ilyen feladatunk a szénmonoxid mérgezésekkel kapcsolatos eseményeknek a megelőzése volt, ahogy önök is értesültek róla a médiába, most éppen szénmonoxid érzékelőkkel kapcsolatban kampányoltunk, és szénmonoxid érzékelőt lehetett nyerni bizonyos játékos formában. Azt szeretnénk elérni, az a nem titkolt szándékunk, hogy minél több háztartásban legyen olyan szénmonoxid érzékelő, amelyik időben tud jelezni, és a testi épség, illetve az emberi élet védelmében szolgálatot tegyen majd. Nagyon fontos a tűzvédelem területén, hogy az új országos tűzvédelmi szabályzat kiadását követően
további tűzvédelmi műszaki irányelvek készüljenek, amelyekkel a mérnökök felé tudunk fordulni, és bizonyos segítséget, támogatást adunk az új mérnöki módszerek tekintetében. Az iparbiztonság vonatkozásában az üzemek területén nagyon fontos szabályzó jelent meg az elmúlt évben, ez a Seveso, az úgynevezett Seveso 3-as irányelv. Nagyon fontos feladat volt, hogy az iparbiztonság, illetve a hatósági szakterületen dolgozó kollégák ebbe elmélyüljenek, és az ezzel kapcsolatos feladatokat végrehajtsák. Ahogy elhangzott igazgató úr jelentésében, én is szeretném kiemelni, hogy Veszprém megyében üzemekben olyan súlyos üzemzavar nem történt, amely különösebb beavatkozást igényelt volna. A veszélyes áruk szállítása tekintetében is mindösszesen 4 esemény történt, és ahogy igazgató úr jelentette, veszélyes anyag nem került ki a környezetbe. A kritikus infrastruktúra területén 2014-ben hatályba lépett szabályzás, illetve az elmúlt évben megjelent ágazati szabályzók tekintetében Veszprém megyébe 2 kijelölési eljárást is lefolytattak az elmúlt év során. A hatósági területtel kapcsolatban mindenféleképpen szeretném kiemelni a Seveso 3 irányelv, illetve az új országos tűzvédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi műszaki irányelvek mellett azt a nagyon fontos feladatot, amely a bürokrácia csökkentéssel kapcsolatban külön feladatot ró a katasztrófavédelem hatósági tevékenységével kapcsolatban. De az elmúlt év végén megjelentek újabb feladatok, újabb hatáskörök a katasztrófavédelem tekintetében. Ilyen az információbiztonsággal kapcsolatos hatáskör, vagy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kijelölési eljárás, vagy pedig a kéményseprőipari közszolgáltatással kapcsolatban jelentkező feladatunk. De szeretném kiemelni, és én is megköszönni a rendőrség ez irányú munkáját, hogy közel egy hónapja már közösen látunk el feladatot a tevékenység irányító központba. Én úgy gondolom, hogy ez a feladatellátás zökkenőmentes, és ami az idei évre további feladatot jelent a számunkra, az az, hogy a rendőrséghez hasonlóan legkésőbb július 1-ig szeretnénk mi is a 12 órás szolgálati rendre áttérni. Az önkénteseket továbbra is támogatják eszközökben, képzésben és gyakorlatozásban egyaránt. A jelenlévők egy perces néma főhajtással emlékeztek a múlt évben elhunyt korábbi megyei katasztrófavédelmi igazgatóra, Németh Tamás tűzoltó ezredesre. Ennyi volt mára, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!